Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy horror játékkal, amit a legtöbben ajánlottatok nekem az elmúlt napokban. Ugye kértem egy posztot arról, hogy szeretnék így Halloween környékén valami ijesztő horror játékkal játszani, és talán ezt írtátok a legtöbben. Azt láttam, hogy elég sok videós készített már róla videót, én ezeket nem láttam. Szerettem volna, hogy minden ugye ilyen első benyomás legyen, tehát nem tudom, hogy mi a történet. Annyit láttam, hogy a főszereplő egy ilyen kis kék bábfigura. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ijesztő, én bízok abban, hogy valóban egy ijesztő játékot javasoltatok nekem, úgyhogy rá is megyek itt a playre, és ahogy látom, fejezetekre van osztva a játék, egyébként tök ész cuki, tehát hogy így annyira még nem tűnik ijesztőnek, de majd meglátjuk, és hogyha jól látom, akkor vissza fogunk menni egy elhagyatott gyárba, mert hogy az elmúlt évek alatt elég sokan itt eltűntek. Hát jó! Annyit írtatok még egyébként, hogy ez nem egy ilyen nagyon jumpscare-es játék, hanem inkább ilyen logikai menekülős. Kíváncsi leszek rá. Tátra dőlök, és akkor meghallgatom, hogy mit mond a bátyja. Aha. Ó, ez egy intelligens baba. Lehet vele beszélgetni. Gondolom ez valami kis reklám a kis figuráról, ami majd itt a főszereplő lesz. Jó, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok. De ez nem is az a figura. Gondoltam, hogy ez egy csodálatos reklám lesz. Fú, nem tudom, én sose voltam egy babás. Nem rajongtam soha a babákért. Hát jó. If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering a free tour that just $2.99. Jó, ezek a kezek sokkal ijesztőbbek. Most már értem, miért nem rajongtam soha a babákért. Oké. Hatalmas egy pipacsa bejárat, ahogy látom, mennyi annyira popi pipacsot jelent. Jó, figyeljetek, meglátjuk, meglátjuk. Mindenki eltűnt 10 évvel ezelőtt, viszont ők még itt vannak, meg kell keresnünk a virágot. És ott volt ugye ez a videókazetta, amiről lejátszották a felvételt. Létezett még ilyen valamikor a 90-es években. Na. Üdvözölnek, ott a gift shop, oda kell menni, Dino is van ott! Oké, és... ezt képpel tudok pauzolni, már most, egyből? Egyébként egészen szép a grafikája a játéknak. Tök cuki egyébként szerintem ez a Dino. Meg az a cica is. Aranyos egyébként maga a környezet, mondjuk pont az ilyen aranyos környezetben tudnak nagyon para dolgok történni. De hogy nem kifejezetten egy ilyen véres, trancsírozós valami, de ott már van valami, jó? Hát innen nem tudom, hogy mit kellene, igazából azt mondta, hogy a virágot kell megkeresnünk, úgyhogy nem hiszem, hogy itt kellene keresgélni. Oké, futni tudok, de gondolom nem a végtelenségig. Esetleg itt ezt a biztonsági szobát megnézhetnénk. Ez milyen cuki, az tök cuki. Jó, és akkor ide kellene valószínűleg bejutnunk. Csak hogy ki kellene találnom a kódot, hogy mi lesz az. Mi alapján? Várjál csak, itt a földön vannak ilyen színes kockák, de nem hiszem, hogy ez alapján kellene nekem ezt kitalálnom. Vagy lehet, hogy csak ezeket a színeket kellene lenyomkodni, amik itt láthatóak. Mondjuk piros, sárga, kék. Igen, megnézzük. Piros, sárga, kék. Nem? Nem, úgy látszik nem ez lesz a megoldás. Oké, Poppy szeretne játszani. Te nem mondasz nekünk semmit? Elveszített a lábait, szegény. Van ott még egy kamera. Ezen nem tudok túlmenni. Lehet, hogy akkor ezzel a videókazettával kellene valamit kezdenem? Á, zöld videókazetta, zöld lejátszó. Tök egyértelmű. És akkor nézzük, mi történik. And I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system.
No spoilers. Igen, most itt a biztonsági berendezésről beszél nekünk. Not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Elmentek ezt a kazettát, mindenkinek lejátszották. Kicsit, mintha most itt megváltozott volna minden. Ezek eddig nem voltak itt, nem? Ezek a falevelek. Sőt, szerintem ez se volt itt betörve. Vagy de... Várjál, lehet, hogy ez kell rózsaszín, sárga, piros. Ott a kis vonat, körbe-körbe. Most így gondolkozom, hogy mi lehet ott a kód. De a rózsaszín, sárga, piros az egészen... Egészen jónak hangzik szerintem. Te még továbbra se beszélsz? Na nézzük. Rózsaszín, sárga, piros. Nem. Ki fogom deríteni? Zöld, rózsaszín, sárga, piros. Ez volt, mert a kis vonatot is kellett oké elől nézni. Na! Egyébként ez tök jó volt. Kék kazetta, kék VHS lejátszóba. Oké. Csak gondolom, itt folytatódik tovább. Greppek. Ezt fel kell, hogy vegyem? Oké, szépen rögzíteni kell. És akkor lesz egy ilyen kéz meghosszabbító készülékünk, ami nem tudom mire lesz jó. De jó hosszú kezeim lesznek, jéj! Ah, jó, hát jó, közel tudom magamhoz húzni a dolgokat. És igen, más dolgozókat, hogyha lehet, akkor ne. Ne tépjük le a fejüket, jó? Ezt ígérem, hogy nem fogom megtenni. Ah, oké. Okay. És akkor ezt innen hogy tudom kiszedni? Mert gondolom ezt a cuccot kellene megszereznem. Á, oké, okay, most nyílik ki. No! Nem tudom, hogy meg kell-e majd erősíteni. Nem, oké. Okay. Szerintem ezt fel is pattintottuk. Wow! Azt a hosszú kezet! Oké. Okay. Gyere, te szék! Wow! Oké. Okay. Ide be tudok vajon menni? Hello? Nem tudok ide begugolni? Nem, valószínűleg nem. Na jó. Oké, okay, megvan a hosszú kezem. Ezzel most már el tudom hozni ezt a... Baba, ez az. Jössz velem. Így tudom húzni is magammal? Mennyire tud hosszú lenni a kezem? Ez itt a nagy kérdés. Úgy, ezt tudni kell valamire. Nem tudom ilyen hosszúra elhúzni. Na jó. Lehetséges, hogy akkor valahogy itt kellene tovább jutnunk. Ja, oda kell szerintem a kezet belőni. Na várjál. Lehet, hogy innen kell. Oké, okay, sikerült. Az ilyenek egyébként tetszenek, az ilyen kis logikai játékok. Meg kell keresni dolgokat. Hogyha esetleg ismertek még ilyet, akkor azt tök szívesen meghallgatnám. Na, most már itt át tudtunk jönni. És... ez itt mi? Ez nem annak a kis cuccnak a lába? Tudom, nagyon sokat foglalkozok azzal a kis cuccal ott. Lehet, hogy nem kéne. Hello! Adok egy pacsit, gyere! Nem? Nem kéri a pacsimat, úgy látszik. Gyere! Ha itt vannak ezek a kis figurák, elméletileg ez lesz itt a szörny a játékban. Ez be van zárva. Viszont itt akkor tovább tudok menni, ha minden igaz. Hello? Gondolom a piros kezet is akkor majd meg kell, hogy szerezzem. Akkor úgy tudok tovább menni. Szerintem akkor itt kellene valamit keresnünk. Hogy tovább jussunk. Csak vajon micsodát? Mi van ide írva? Igen, rengeteg játékot készített, ugye ez a cég, Huggy Wuggy a neve ennek a cuccnak. Ezt nem tudom sajnos megnyomni, ezt a piros gombot. És egész nap képes ölelgetni minket ez a kis valami cucc. Jó, aranyos egyébként. Opa, ott a kulcs a kezébe. Köszönöm szépen. Jó, megjelent egy kulcs a kezébe. Lehet, hogy az már mondjuk a kezdetektől fogva ott volt, de én csak most vettem észre. Na. Jó napot. Ó, dino. Itt a dino. Az a dino nekem kell. Magas feszültség. Jó. És itt is van egy ilyen kis kéz. Wow, jó!
Oké. Kicsit rozsdás a kaffanom. És így most vezetjük az áramot, hogyha minden igaz, de még mindig nincsen meg a kezem. Mármint a másik kezem. Ó, oké. Ezeket kell akkor működésbe hozni. Itt is van még egy. Na, szuper! Akkor gondolom itt... Eltűnt! Eltűnt az a nagy figura innen középről. És kérdés, hogy vajon akkor merre tudok tovább menni? Ezzel most olyan rezettelem az egész rendszert? Nem, most nyitom ki ezt az ajtót. Jó. Szerez barátokat! Yay! Igyekszem. Mintha erre ment volna az a kis figura, nem? Stop only, do not enter. Hát én nem tudom, hogy itt dolgozok-e. Nyisd már ki! Á! Hello? Itt is van egy ilyen dinótest. Már kezd para zene lenni. Azért, mert eddig inkább logikai játéknak tűnt. Amivel mondom, abszolút nincsen probléma. Tehát én csak örülök annak, hogyha valamilyen logikai, mert... Jobban szeretem az ilyeneket, mint amikor fél percenként az arcomba ugrik valami ijesztő. Meg szerintem egyébként hatásosabb is az olyan ijesztés, mert ugye ezeknél az ember úgy belemerül ezekbe az apró kis feladatokba, és nem számít esetleg arra, hogy itt lehet valami. Azt hiszem, hogy ott az, ott az ajtó alja csillog? Igen, az ajtó alja csillog. Ide kellene egy sárga vidikazit találnunk. Szerintem pedig itt fönt lesz valahol. Ó, wow! Ez tök jól néz ki! Aha, itt is szerintem majd színeket kell sorrendbe rakosgatnunk. Gondolom. Vagy nem? Piros, kék, sárga, zöld. Ez mi? Valamit most felvettem. Hello? Azt én raktam arrébb, vagy ez magától mászott el? Itt vannak ilyen dobozok, de nem hiszem, hogy ezzel kell bármit is csinálnom. Hát, ha esetleg itt lesz valahova eldugva. Használjuk akkor már a kezünket, hogyha ilyen szuper. Azt a nagy doboz viszont már nem tudom elhúzni, úgy látszik. Itt esetleg mi van? Oké. Okay. Ez a nagy babás valami. Viszont itt sincsen igazából semmi, szóval tök fölöslegesen pakoltam meg. Csináltam ekkora rumlerájt. Itt esetleg... Hol van az a VHS kazetta? Ez nem az. Lehet, hogy ebben már benne van? Nem hiszem, hogy benne lenne. Tudod, hogy meg kell keresnünk először is azt a kazettát. Kilogikázzuk, hogy kell ezt. Kilogikázzuk, hogy kell ezt. De abban nekem ez is gyanús. De tudod, hogy ott fönt kell valamit csinálni. Azokkal a gombokkal. Lehet, hogy csak le kellene ugranom. Ó, szerintem ehhez kell megkeresnem a cuccokat. Oké. Okay. Remélhetőleg itt vissza tudok majd valahogy jönni. Ó, te. Jó. Egyszerűen csak le kellett volna itt ugranom. Akkor viszont olyan kockákat kell keresgélnünk oda föntre. Ott van egy. Nagyjából akkor jól gondoltam, csak na. Oké, okay, egy megvan. Ott is van egy ilyen sárga kocka. Oké, és ott van fönt a zöld. Ó, ez a kis fejecske. Ez a kis cica is nagyon cuki. Oké, és akkor valahogy oda kellene vissza följutnom, amit itt elmeteg ebbe a szobába meg is tudok tenni. Na, szuper. De a videókazetta továbbra sincs meg. Pedig jó lenne most már az a piros kéz. Élném, hogyha meg lenne a piros kezem. Piros, sárga, zöld. Az lesz, ott van az én kesztyűm. Na, sikerült, király. Ott ide. Jó. Gondolom, ezt majd jobb klikkel tudom
kilőni, nem? Annak lenne értelme. Sárga kazi nem itt van? Esetleg. Azért azt még csak meg kellene nézni. Bár lehet, hogy akkor az majd egy másik szobában lesz. Akkor esetleg azzal majd vissza kell jönni. Oké, egy ide, egy oda. És most, hogy mind a két kezem használhatatlan, valamiért azt értem, hogy meg fog jelenni ez a, ez a valami. Jó. Éte. Jó, lecsúszkáltam. Jó. Valahol itt akkor kellene keresnem most egy áramforrást. Ez lesz az, oké. Okay. Gondolom itt kell majd így végigvezetgetnem szépen. Csak nem tudom, hogy hány ilyen cucc van. De erre már el se tudok jönni. Erre fele? De nincs olyan hosszú kezem. Hűha. Nincsen ám ilyen hosszú kezem. Lehet, hogy akkor nem ebbe az irányba kéne jönnöm. Valahogy rövidebben kellene ezeket összekötögetni. Ez kell nekem. Aha, így már jó. Jéj! Végre! Én lettem a leghosszabb áramvezető. Milyen kis hullámvasút van itt. Azt hittem cukorka. Már kezdtem örülni. Köszönöm szépen a sok szemetet. Ezek most így jönnek velem? Lehet én is megyek valami szépen szemét feldolgozóba. Nem, szerintem itt összeszerelik a játékokat. Nem bezúzzák. Az lett volna egyébként szép, hogyha most itt bezúznak. Jó, ennek is áramra van szüksége. És ahogy nézem, ott is fönt is lesz egy ilyen kis tévé. Amiben majd gondolom szintén videókazetta kell. Most viszont nekem első körben azt kellene kiderítenem, hogy hogyan fogok itt áramot szerezni. Ide be tudok jönni? Nem. Ez már túl nagy vagyok. Pedig azért örültem volna. No. Itt föl akkor felbaktatunk a lépcsőn. Hello? Itt lesz fönt az áramforrás, amire nekem szükségem van? Rózsaszín videó lejá... Ó, jó van. Mikor lesz nekem rózsaszín videókazettem? Ó, a kezem! A kezem! Uram, a kezem ott maradt. Most ilyenkor mi van? Mármint, hogy nem tud elengedni. Becsíptem a kezemet, mama! Gondolom, egy idő után lejár. Jó, egy idő után lejár. Tehát nem tudom a végtelenségig fogni. Ez mondjuk valamilyen szinten pozitív. Én nem bajon azt ott lent elérem? Vagy nem azt kell elérnem? Valószínűleg nem ezt kell elérnem. Ugye megnézzük, hogy mi az, amit... Három alá kell itt helyezni. Tévét nem. Uh-huh. Oda lentre nem tudok nyúlni. Á, valószínűleg itt kellene végigjönnöm. Ugye megnézem. Mit tudok tenni az ügy érdekében? Baj van! Baj van! Szerintem nem kellene így lógnom a kezemmel. Jó, ebben az esetben ki kell, hogy találjak valamit. Ez most mi? Nem fog halni, vagy mi volt ez? Kicsit para volt. De kell raktam egy... Várjál csak, nobody lives without a toy. Ezeket nem tudom meghúzni. Oda be kéne rakni valami kis figurát? Ha jól értelmezem. Ott a kazi. Na nézzük csak, ez mit mond nekünk? De akkor ezeket úgy látszik nem kötelező mindent megtalálni. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. Aha. Igazából most ugye interjúztatják, hogy miért akart itt lenni.
Szóval valahogy ki kell találni, hogy hogyan fogok odáig elérni. Viszont ezzel meg nem tudom azt a gombot megnyomni, mert odáig meg már nem megy el a testem. Ó, várjál csak, dehogy nem, ezt innen át lehet húzni. Jó, most látom, hogy ezen is van egy ilyen fogantyú, csak a másik oldalt kerestem. Szóval azt kell csinálni szerintem. Először is eljövök így ide. Áthúzom ezt. Oké. Okay. És akkor most ezt a kettőt meg remélhetőleg így áram alá tudom helyezni. Csak valószínűleg nem így ennyire pacifántosan kellene ezt. Mondjuk így innen. Innen. És akkor így már meg tudom nyomni, jó? Na, megvan akkor ez is. Hű, ennek nagyon para hangja van, nagyon ropog. Oké. Okay. Ha megnézzük, hogy ezzel most így mit sikerült elérnünk, mert valószínűleg ott lent történt valami. Á, oké, okay, most már, ha minden igaz, akkor azt a gombot ott meg tudom nyomni középen. Jön a vonat! A gőzös mindjárt megérkezik. Mi ez a hang? Soha nem tudom, hogy a saját lépteimet hallom, vagy valami egészen mást. Ó! Most már lehet tudom húzni ezeket a karokat? Úgy látszik. Nem tudom, itt most sorrendbe kellene pakolni őket. De elméletileg most akkor szerintem itt össze fog rakni ez a gépezet valami kis figurát. Remélhetőleg nem lesz annyira furcsa, mert hogy össze-vissza húzigáltam itt most a karokat. Hát majd mindjárt meglátjuk, hogy ebből így összeáll-e valami. De szerintem igen, ez volt itt a feladat. Jó, be lett festve. Ez a kis cica lesz, hogyha jól látom. Érdekes, érdekes. Nem gondoltam volna, hogy így készül el egy játék. ilyen nagyon cuki kis gépekbe. Még folyamatosan engem nézne az a felső, nem? Mert hogy folyamatosan engem is néz. Ne nézz rám így, kérlek. És itt is... Cica! Cica! Jó, gondolom fertőtlenítik, vagy nem tudom ilyenkor mit csinál. Véglegesítik a festéket rajta. És mindjárt itt is lesz. Na. Akkor ezt kell majd oda raknom. Oké. Okay. Gondolom ide csak így egyszerűen nyomok egy E-t. Beszkennelik. És mehetek tovább. Yay! Aha, itt már voltunk. Ez nem kinyitott. Aaaaaah! Mi a... Az nem jó! És akkor most meneküljek el? Hogy? Ott azt is lezárták! Ott arra! Oké. Okay. Te jó ég! Itt vagy még? Remélem nem. Itt mászkál valahol! Ne! Á, itt van mögöttem! Nem jó! Guruljál! Ugye itt nem tudok körbe-körbe menni, nem! Nem! Újjaj, ott erre! Ez nem szabad, hogy megöleljen, azt írták. Stop! Nem jó? Ide le kéne... Menjél már, kérlek! Merre, arra! Ne! Ah! Ne! Bármár nem jó, nem ült, ez itt el fog engem kapni. Nem, jó, ott kinyílt egy ajtó. Nem jó. Miért nem mész? Ugorjál, vagy nem tudom! Ajjaj. És itt hogyan tovább? Le fogsz szakadni?
remélem meghalt. Ott a virág! Ezt a virágot kellett megtalálni. Ne, a kezem! Mi van vele? Jó. Ez ijesztő volt. Ez ijesztő volt, hogy jött utánam folyamatosan. Oké, van itt egy piros, meg egy kék színű szallag. Elmentek, nekem ezt a virágot kell megkeresnem, és akkor minden rendben lesz. Ez is egy videókazetta kellene, hogyha megtalálom, de én... itt jó, megvan a videókazetta. Megnézzük akkor. Azt mondja, állj meg, ne menj tovább, nagyon, nagyon biztató. Itt már beszéltek erről a szörnyetekről? Ott hallom, hogy megy a háttérbe. Still missing. Today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific. Oké. Valamit teszteltek. Szerintem ezeket a figurákat sem véletlenül rakták így ide. Itt egy ház. Milyen ház ez? Eddig egy gyárban voltunk, most még bejöttünk egy ilyen, nem tudom, hotelbe. Mindig nézd magad mögé! Első számú horror szabály. És itt van egy ajtó. Arrébb tudom olyan tolni ezt a szekrényt, nem hiszem. Babaházba valami? Nem? Lehet el tudnék bújni, nem? Egy videó kazettát nem találtam meg, nem tudom, hogy annak volt-e bármi jelentősége. Ez a piros rész itt nem nyugtat meg, hogy az őszintét megmondjam. És itt van ez a baba, amivel ugye reklámozták ezt az... Miért nem tudom magam mögött becsukni az ajtót? Fogad nyitni a szemed? Nem. You opened my case. Igen? Oké, ez volt akkor az első chapter vége. Hát valóban egy rövidebb játék volt. Voltak azért részek, ahol eléggé megijedtem. Amikor üldözött az a szörny, vagy hát az a kis figura, az elég kemény volt. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ajánlottátok ezt a játékot. Szerintem meg fogjuk nézni a következő fejezeteket is, hogyha majd megjelenik. Úgyhogy remélem nektek is tetszett ez a kis videó. Abszolút tetszett a játék, szóval hasonlóakat még örömmel várok, hogyha esetleg ajánlotok nekem. És köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Andi voltam, sziasztok!